Bihar vármegye egyik legrégebbi említésű községe. A megye délkeleti részén, a bihari síkságon található. Síkvidéki, több utcás útifalu, a 42-es számú főútvonal mentén, közúti határátkelőhely Románia felé. Helyzetét meghatározta Váradi vár közelsége. Ártántnál hagyja el az országot az E60-as jelzésű London-Damaszkusz viszonylatú transzkontinentális útvonal, melynek egy szakaszát a Püspökladány-Bihar keresztes 42-es számú főközlekedési útvonal képezi. Árpádkori település első írásos említése egy 1075-ből való adományozó levélben található, melyben első Géza király a falut a Garamszentbenedeki apátságnak adta 120 házával együtt. A 13. században egyházas hely volt, a török hódoltság idején elnéptelenedett, csak a 18. században kezdett újra benépesülni. Az emlékmű az első és második világháborúban elesett községi hősi halottaknak állít emléket, mely 1926-ban készült, majd 1989-ben felújították és kibővítették a második világháború hősi halottainak nevével. A ma is látható templomot 1809-ben kezdték építeni, késő barokk stílusban. Végleges formáját 1822-re érte el. Vakolt, síkmennyezetes belső tere puritán, két vaskos oszlopa parasztházak hangulatát idézi. Tornyában a II. Világháború hajnalán a magyar feltámadás harangját helyezték el, mely azóta is hirdeti a revízió üzenetét. Az észak-déli tájolású templom szószéke és Mózes széke Kalló András asztalos mester munkáját dicséri. Különlegessége, hogy a szószék egy népi barokk portikus tetején kapott helyet. A templomot díszítő hímzett kézi munkákat Kozák Etelka adományozta. A településen ma is megtalálható, klasszicista stílusú hódosi nemesi kúriában állította össze a világosi fegyverletételre vonatkozó követeléseket 1849. augusztusában gróf Rüdiger tábornok. A jelenlegi épület az egykori kúriának a bal szárnya, melyben a II. Világháború vége óta óvoda működik, többi részét lebontották.